Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntünk mindenkit innen a Bényi Galériából. Ez itt a Rivaldán innen újabb adása, és azért nézek ilyen furcsán, mert mindig nevén szoktam nevezni a vendégeket, de bár nem voltatok se villalakók, se semmilyen valóságsóba, mégis VR Pisti és VR Jani ül itt velünk, velem szembe, bocsánat. Új személytek van, amióta megy ez a műsor, vagy egyáltalán tudja valaki a vezetékneveteket? Úgy tudják. Attól függ. A nagyon régi nézőink, a nagyon-nagyon régi nézőink, ők tudják. Egyébként meg aki mondjuk így egy ilyen 5 percnél tovább kutakodik az interneten, az megtalálja, de amúgy a legtöbben így VR Pisti, VR Janiznak minket. Ez a legegyszerűbb, igen. Bonyolult az én vezetéknevem is, úgyhogy inkább nem. Ez egyszerűbb. Jó, de akkor nem lesz új személy, vagy... Nem, olyan na szokott gond lenni, hogy néha összekevernek minket. Tényleg? Igen. Pisti. Mi is találkozunk rajta egyébként, ez hogy lehet? Nagyon hasonlít az egymásra. Igen, meg a legjobb azt hiszem, amikor azt kezdjük, hogy testvérek vagyunk-e. Tehát, ja, hogy az, hogy ez a leggyakoribb kérdés, amit így felénk intéznek. Tehát igen, ugye így kezdtük, még kamera előtt, hogy testvérek vagytok, vagy egy pár. Tehát, igen. És egyik sem. De viccet félretéve datáljuk már egy picit, mióta vagytok ti egy pár akkor? Igazából ugye a csatornát együtt így 2013-ban kezdtük el, már magát a videós részét. Igen, igen. És annyira van, nem sokkal előtte ismertük meg egymást. Tehát, hogy így... Azban nem tudom. Egyébként ezt sokan nem tudják, de igen, hát szerintem ott valami lehet, tavasszal. Tavasszal, igen. Ilyen 2013 tavaszán ismertük meg egymást, olyan... Igen. Tehát nagyjából. Nem volt egy egész év a megismerkedésünk, és addig, ameddig elkezdtünk csinálni ezt a dolgot együtt. Ez teljesen együtt született. Tehát igen. Nem az volt, hogy te elkezdted nem. Két évvel előtte, nem. Vagy te, hanem nem. Úgy... Kíváncsi lenni, meg van ez a pont, vagy ezt már sokszor elmondtátok, hogy ez hogy született? Nem tudom, az Ibolyába ültetek egy sörben? Nem, egyáltalán nem. Mi kollégák voltunk egy munkahelyen, ugye úgy csodart össze minket az élet, és... Bocsánat, mint? Tudod, így suli mellett volt. Eladóként dolgoztunk igazából. Tehát nem programozók voltatok? Nem. Eladók voltunk egy boltban. Így van. És te már csináltál korábban ilyen... Ilyen blogokat. Isten igazából, igen. Telefonnal foglalkoztatok. Telefonnal foglalkoztatok, igen. És elkezdtünk beszélgetni arról, hogy milyen dolgok mennek, mind a kettőnket érdekel a gaming, tudod, meg mindenféle ilyen dolog. És akkor volt ilyen nagyon-nagyon-nagyon új dolog, az, hogy újra megjelent a virtuális valóság, és úgy nézett ki, hogy valami nagyon nagy dolog lesz belőle. És így, nem tudom, az lett a közös téma, hogy na mi van akkor, ha most időben tudunk lenni valamivel kapcsolatban. Tehát, hogy most tudunk lépni, hogy senki nem foglalkozik vele még jelenleg itthon, mi van, ha mi foglalkozunk vele. És ez így indult, hogy egy honlapként, egy blogként indult az egész, nem YouTube csatornaként. És akkor így ezzel ugye voltunk. Osztottunk meg a VR-ral kapcsolatban, a virtuális valósággal kapcsolatban. Köszi. Magyar nyelven. Próbáltuk elképzelni, hogy milyen lehet az egész, hogy benne vagyunk a játékban, hogy tényleg ilyen. És hát akkor volt még egy ilyen közösségi finanszírozás projekt, ez az egész, ez a VR szemüveg, és azt mondtuk Pistivel, hogy dobjuk össze a pénzt, és vegyünk egyet. És vegyünk egyet, mert más úgyse fog. Igen. Gyakorlatilag ugye úgy nézett ki már akkor, hogy így hát nem tudjuk, majd meglátjuk, meg ugye ez egy ilyen fejlesztői eszköz volt, tehát se külsőre, se belsőre nem olyan volt, mint amiből lesz valami nagyon hát, nagy dolog. És ugye úgy tudtunk, első kézből tudtunk gyakorlatilag beszélni róla, itt Magyarországon, olyan szempontból mondom ezt, mint akiknek tényleg van, tehát nem az, hogy próbálták, hanem sokat foglalkoztak vele. És ez egy egész jó volt, mert kíváncsi is volt rá, mit tudom én, egy 3-400 ember, körülbelül annyira kell gondolni. És belefutottunk egy olyanba, hogy nem tudtuk már leírt szavakkal átadni azt, hogy mégis ez micsoda. És ugye nézegettük, hogy mit szoktak csinálni az emberek az interneten, és akkor láttuk, hogy vannak ezek a gameplay videók, így YouTube-on, tudod, hogy így, mert azon gondolkoztunk, hogy ez hogy kéne, hogy látszódjon az ember, közben látszik, hogy mit csinál, és végül is abban voltunk, hogy ez egy gameplay. Igen, mert muszáj volt, hogy látszódjunk, mert pont az volt a lényeg, hogy ahogy balra fordulunk, ugye a játékban is balra fordul a karakter. Össze kell szinkronizálni ezt a dolgot. És ezt valahogy meg kellett mutassuk, ez tényleg így működik. Úgyhogy ez volt a formátum. Igen, és úgy döntöttünk, hogy csinálunk egy YouTube csatornát, hogy hát, ha így könnyebb lesz megértetni a nézőkkel, hogy mi ez a VR. Nem tudom, hogy de biztos, hogy átérzed, hogy itt ennek egy ilyen teljesen teki megközelítése van. Itt semmi arról nincsen szó, mint amiről mi ismertek vagyunk. Na de, ugye a technika, hát hogy is mondjam, elégtelensége miatt, elég gagyi volt ez a VR headset. Ezt volt hozzá technikátok, vagy egyáltalán be lehetett az szerezni? Volt, csak az eszköz volt annyira gagyi, hogy alacsony felbontású, tudod meg minden, hogy az összes demo, amit csináltak rá, ilyen sötét, ilyen horroros dolog volt, tudod erre, mert hogy úgy nem látszott, hogy mennyire gagyi, mert tiszta sötét volt, meg ugye megijedtél, azzal foglalkoztál. Úgyhogy ezzel tudtuk megmutatni. És tudod, így a folyamat közben kiderült, hogy én ezektől nagyon félek, és
Hát ugye azt tapasztaltuk, hogy az emberek ugye nagyon-nagyon nevetnek ezen a videókon, és hogy nem igazán érdekli őket amúgy, hogy mi az ott a fejemben, hogy mi történik, tehát mi a teki része, ami minket érdekelt, hanem szórakoztató volt nekik, hogy... Igen, sajnos rájöttünk arra, hogy bármit csináltunk, meg bármit megoszthatunk, vagytok. Ezt szeretik az emberek nézni, ahogy félünk, ahogy röhögünk, ahogy megijedünk, igen. És ebbe az irányba ment el a csatorna. Igen, most én nem titeket akarlak dicsérni, de valószínűleg mivel ezek őszinte reakciók voltak, abból alakult ez ki, hogy megszerették a két műsorvezetőt, vagy a két szereplőt, és gondolom itt akkor azért elég szépen elkezdtek emelkedni a nézőszámok is. Amikor először tudatosan elrugaszkodtunk attól, hogy próbálunk valamit csinálni, amit nem azért néznek, amiért szerettük volna, hanem szándékosan megpróbáltunk akkor olyan tartalmat csinálni, akkor ugrott meg nagyon minden. Aha. A következő, hát hogy is mondjam, tavasszal. A következő évben. Következő év elején, igen. Akkor nagyon megugrottak a dolgok, mert kiderült, hogy más játékokkal kapcsolatban is nagyon vicces dolgokat tudunk csinálni. És hát így igazából teljesen félrecsúszott ez az egész dolog. Tulajdonképpen teljes egészében, amit szerettünk volna csinálni, igen. Mint ilyen elképzelt média nagyhatalomként itt a fejünkben. Ugye ebből lett egy olyan dolog, amiről a fene se tudta, hogy mi lesz amúgy belőle, csak tudod, amikor ott van és kéri, akkor csináljuk, és majd lett valahogy. Jó, de amikor ti ezt elkezdtétek, tehát 2013-ról beszélünk, akkor azért ez nem úgy nézett ki, hogy hű, találjuk ezt ki, és akkor majd akkor holnaptól ebből élünk. Tehát volt ennek egy elég hosszú időszaka, főleg az a döntés, amikor eldöntöttétek, hogy akkor most már, akkor ez a fő sodor, csak kimondom, és a többi, tehát például a főállást, vagy hasonlókat, akkor most már elengedjük. Ez nehéz döntés volt? Hát nekem nagyon. Pistőnek jobban, igen. Neked akkor nem... Nekem nem volt főállásom, én egyetemre jártam, de annyira sok időt emésztett fel ez a sok videókészítés, hogy én egyszerűen abba hagytam az egyetemet, soha nem végeztem el. Pisti viszont a főállását hagyta. Én a főállásomat hagytam ott akkor, és nehéz volt, mert amúgy eltelt sok év. Tehát nem is tudom, az... 2016-ban. Igen, tehát három év, mert után szóba került ez a dolog. Uh-huh. És hát ugye, hát hogy mondjam, ez tudod, idegen platformokon zajlik. Tehát most tudjátok ti is, hogy a YouTube, vagy a Twitch, vagy bármelyik platformot hagyja azt egyik napról a másik, vagy figyeljetek, a videójáték az egy másik szellemi tulajdon, nem csináltok ilyet. Uh-huh. Cső. Tehát, hogy ezt sosem tudjuk, hogy mikor fog megtörténni, lehet, hogy soha, lehet, hogy meg fog. Úgyhogy egy olyan terepen indultunk el, ami nagyon bizonytalan, és hát nehéz volt a döntés, de hát egész egyszerűen most mit lehetett csinálni? Szerintem úgy álltunk hozzá végül, az egy ment a nyüglődés, de végül úgy álltunk hozzá, hogy biztos, hogy bánnánk, hogyha nem néznénk meg, hogy mit lehet ebből csinálni. És én mai napig így érzem egyébként, hogy már most úgy érzem, hogy ha ma vége lenne ennek az egésznek, akkor is bánnám, ha nem próbáltuk volna meg. Hát kronológiailag szeretnék menni, de azért mindig kikacsintasz, tehát azért ma mi lehetne vége? Tehát például azt mondják, hogy nem foglalkozhatsz a gaminggel, de ti már az évek során annyi mindenbe bele kezdtetek, bocsánat, nem akarom, belekóstoltatok, mert az kicsit olyan pejoratív, hogy ezt megpróbáltad, hát ez annyira nem megy. Tehát, hogy az unboxingtól kezdve a happy hour, nagyon sok olyat, amit csináltatok, ami mellékákként is, de nagyon megállja a helyét. Tehát, hogy tudom, hogy milyen emberekkel beszélgettetek, hogy akik nem nagyon vállalják el a meghívásokat, például, mint ahogy ti se. Úgyhogy ez egy marha megtisztelő dolog, hogy itt vagytok. Nagyon szépen köszönöm. Főleg azt, hogy ezt most nézők nem tudják, de hogy még várni is kellett ránk egy csomó, tehát ezt most hagyjuk, igen. De hogy én, hogy is mondjam, tehát ez a sok kitekintés, ez gondolom arról is szól, hogy nektek is színesebb legyen, és hogy, bocsánat, hogy ezt mondom, hogy ne unjatok rá egy-egy dologra, ugye? Én azt akartam neked mondani, hogy ez maximálisan tudatos, az elejétől fogva. A reggeli műsor is ilyen volt. Pont azon gondolkoztunk Pistivel, nagyon sokat gondolkozunk azon Pistivel, hogy meddig tudjuk olyan ezt csinálni. Meddig vagyunk így relevánsak a gamingben, mert hát mi is öregszünk. Persze velünk öregszik a nézőközönség is, tehát azért ez a része is ott van, de azért is csinálunk ilyen komolyabb műsorokat, mert ebben mi is látjuk a jövőt, hogy igen, ebben ki tudunk jobban. Próbálunk annyi lábon állni, amennyin csak lehet, hogy bármi történhet ezeken a platformokon. Mondom, a gaming azért maradt bennünk, mert volt egy nagy töréspont ebben a műfajban, a YouTube-ot tekintve, igen. A gaming-el. Teljött egy időszak, amikor
elkezdték ugye ezt a családbarát tartalmat nagyon erősen tolni a YouTube-on, és ugye minden gaming akkor egy jó évig így automatikusan monetizáció nélkül maradt. Uh-huh. Akkor mentünk át az előadások készítésébe a Twitch-re, amikor hogy a gamingről volt szó, és az úgy ránevelt minket arra, hogy ez többféle dolgot kell itt csinálni. Több lábon kell állni. Hosszú távon kell gondolkozni. Ugye most már nem csak ketten vagyunk, tehát másokért is felelünk. Az összes kérdésemet felrugod, igen. Nem, mert haladhatunk ettől függetlenül időrendesen, de szerintem hozzátartozik az, hogy... Persze látszódik a fejlődés is nyilván, és egy idő után meg már fizikálisan kevés a két szemben. Igen, ez arra magyarázott abszolút, hogy miért próbálkozunk. Uh-huh. Folyton próbálkozunk, és nyilván a rettenetesen sok próbálkozásból kevés marad meg, de ami megmarad, az meg nagyon sok éven keresztül ugye egy műsorsorozat, ami van. Igen. És sokáig egyébként talán vissza is fogtuk most ezeket a próbálkozásokat, és most ez az év az, amikor nagyon visszatérünk ehhez, és most megint nagyon van nagyon sok újdonság. Nagyon-nagyon próbálok nem bután nézni, csak mi volt az, amire azt gondoltátok, hogy ez nagyon jó lesz, és ilyen nagyon mert ezekkel nem vagyok képbe, megmondom őszintén. Tehát az a próbálkozás, ami ti úgy láttatok, hogy figyelj már, ezt indítsuk el, aztán 2-3 hét után azt mondtátok, hogy hát inkább... Én nekem most hirtelen... volt ilyen szerelem gyerek, amit így elindítottak? De szerintem nagyon... volt. Viszont eszembe jut. Hanvába halt. Igen, kettő is eszembe jut. Az egyik az szerintem a heti vlog volt, igen, amit nagyon szerettünk csinálni. Az arról szólt, hogy megpróbáltuk megmutatni, akkor még nem volt reggeli műsor. Megpróbáltuk megmutatni úgymond, hogy mi folyik a háttérben, milyenek vagyunk mi. És ugye az egy hét alatt velünk történt dolgokat dolgozta fel, mentünk a nagy erdőre, drónoztunk. Utazgattunk amúgy. Sokat utazgattunk, amiatt tök volt tartalom. Igen. És azt szerették, imádták az emberek, mi is imádtuk csinálni. Az azért hullott Hanvába, mert rájöttünk arra egy idő után, hogy hát sajnos úgy az egész évünk annyira nem izgalmas. Sajnos a legtöbb időt munkával töltjük, ami nem tudtuk megtölteni azt a műsort annyi tartalommal, hogy arra mi azt mondjuk, hogy az jó. És mert hogy heti volt. Igen, így van. A másik dolog pedig, ez de érdekes, mert ez egy ilyen félébedi közös pont, az pedig egy filmes műsor volt, amit csináltunk. Uh-huh. Ugye az Ezt nézd meg címre hallgatott az a műsor, és a 80-es évek vége, 90-es évek gyerekeinek, akik mi vagyunk, a gyerekkorában lement, tudjátok, akciófilmek, stb., azok, amiket mi szerettünk. Az alapok. Azoknak az ilyen kis nosztalgikus feldolgozása volt ez, hogy emlékszünk a filmre, megnéztük, mennyire király volt, stb. Kicsit az, mint amit a legutóbbi Terminátor rendezvényen csináltunk, csak ugye ott élőben zajlott ez. Mm-hmm. És tehát az élőben az azt jelenti, hogy ment a film, és közben ti narráltátok, kommentáltátok? Nem. Úgy képzeld, ez egy vágott tartalom volt, ahol néhány jelenetet bejátszottunk, és sajnos nem tudtuk az egész csinálni, filmet, igen. Mert ki volna. De az pedig azért hullott Hanvába, mert egyszerűen az érdeklődés olyan volt iránta, az iránt a műsor iránt, hogy rengeteg munka volt megcsinálni, és nem érdeklődtek olyan sokan iránta, és egyszerűen ez egy nagyon komoly lecke szerintem, amikor megtanulni elengedni ezeket a dolgokat. Hogy azt mondani, hogy töltsük akkor olyannal az időt, ami több embert érdekel. Nem feltétlenül magunk miatt, meg ennek nem feltétlenül anyagi oka van, hanem egész egyszerűen az, hogy az ember szereti úgy érezni, hogy sokan szeretik. Más a morál, más a motiváció, tudod? Más a kedved a műsorban, amikor tudod, hogy nagyon sokan szeretik. Tehát sumázva, igazából ti napi szinten dolgoztok, gyártjátok az anyagokat. Uh-huh. Hadd mondjak el valamit. Uh-huh. Én nem vagyok segémmel, se unboxing videókat nem szoktam nézni, tehát az, amivel ti foglalkoztok, az nem áll hozzám túl közel. Viszont, és itt jön az, amiről az elején beszéltünk, annyira őszinte srácok vagytok, hogy nekem ez szimpatikus, nekem ez a része tetszik. Az én tizenéves korom végén ott lezárult egy gaming időszak, uh-huh. és én azt hittem, hogy ez nagyrészt a legtöbb embernél így van. Uh-huh. És egyébként ti vagytok, illetve a ti nagyon szép számú közönségetek az, aki bizonyítja az ellentetjét, meg igazából az egész gaming világ, tehát azért már a játékok már úgy vannak kialakítva, hogy gyakorlatilag tényleg van, amit tizenévesek lehet, hogy meg se értenek. Tehát olyan, ja, persze, igen. Tehát abszolút felnőtteknek készülő tartalmak vannak benne, gondolkodás, logikai vonal van benne, és oda akartam kiukadni az egészbe, hogy megy ez a munka nektek nagyon komolyan, ennek ellen, tehát szeretitek csinálni, tehát ennyit kellett volna mondjak, hogy látszik rajtatok, hogy szeretitek csinálni, gondolom ezt nem is lehet másképp,
Ennek ellenére ti azért marhára profik vagytok, és nézitek a statisztikát, meg nézitek a számokat, hogy figyelj már, ezt a tegnapi adást tényleg ennyire kevesen nézték meg, vagy, és mi lehetett az ok? És tehát azért nagyon megvan a statisztika? Szoktuk nézni. Tehát az igazság, hogy nagy butaság lenne, hogyha nem néznénk. Persze sokan vannak, akik másképpen állnak ehhez a dologhoz, mármint így a szakmán belül. Én azt mondom, hogy nálunk nem ez van túlsúlyban, de mindenképpen figyeljük. Persze. És amikor látjuk azt, hogy valamivel mondjuk X mennyiségű munka van, és látjuk azt, hogy egyszerűen nem üti meg azt a mércét, amit mi úgy gondoljuk, hogy meg kellene üsse, hogy is mondjam, ha jó lenne. Ezért úgy megkérdőjelezi az ember, hogy oké, persze, nem mondjuk, hogy rossz, de valami van. Valami van, ami miatt nem passzol a többi műsorhoz, mert azokat megnézzük, és akkor ilyenkor el kell gondolkodni. Mindig próbáljuk feltárni az okokat, aztán mi miatt van? Falakba ütközünk általában. Igen, kicsit változtatni, de megpróbálni. És valamikor eljut az ember odáig, akkor azt kell mondja, hogy oké, akkor nem, akkor többet nem, akkor próbálkozunk más dologgal, de kell ezt nézni. Tehát, ugye az a baj, hogy optimalizálni kell megállás nélkül, tényleg erről szól ez a mostani évünk is már, mert időnk nincs több. Úgyhogy azt kell optimalizáljuk, ami jelenleg van. Értem. Műsornak a címe a Rivaldán innen, és ebből kifolyólag egy picit mindig bele szoktunk menni a háttérbe. Általában olyan kérdéseket teszek föl, amit nem annyira... Lehet néha az az érzés, hogy az embernek, hogy nem is releváns, hogy miért érdekli az ember. Engem azért érdekel, és én azért örülök annak, hogy nem ismerem annyira a munkásságotokat, mint a követőitek 99%-a, mert mondom, az embert látom bennetek. És ne haragudjatok, hogy a szakmai részben nem tudok annyira belekérdezni. Viszont, ahogy említettem, nekem azért van játék ismereti előzményem, igaz, hogy 25 éves, de lennének ilyen kérdéseim, amikre szeretnék így választ, jó? És akkor hogyha nem... Ajaj. Ja, ne, félreértesz. Csak hogy ne beszéljetek össze. Jó. Első játék. Super Mario. Vagy az, vagy a Tetris. Na jó, oké, igen. Nem emlékszem meg ügyetek közül, valamelyik. Malom, tudod. úgy, igen, de ugye, csak az ugye analóg cucc. Videójáték, nekem. Igen. Első végigjátszott számítógépes játék. Ez komoly. Nekem a Tomb Raider 2. Az milyen év? Mert azért köztetek van hány év? Három év. Három év, tehát ez érződik néha? Néha, de nem, annyira nem. Tehát például annyira. Ilyen, hogyha ilyen már filmeket mondtad. Ja, ilyenben neked a Tomb Raider 2. Tehát, hogy te nem láttad a Dallas első részét, meg már láttad. Talán tehát, ilyenben. Olyanban van. A filmekben nagyon sok különbség van, meg én nagyon sok mindenből kimaradtam valahogy. Aha. De igen. Három év. Lehet, hogy a prehistorikot játszottam először. Prehistorik. Az még egy ilyen side-scroller volt, de még emlékszem a DOS-os érából. Számtekórán ment még én a alsó tagozatban. Ezért volt jó a számtekóra, mert lehetett játszani. Igen. Mi az, ami így megmaradt, és azt mondod, hogy az első meghatározott? Jó, mondjuk nyilván az első, amit befejeztél, de mit tudom én, nagyon sokan a Warcraftot mondják, meg a Wolfenstein. Jó, hát neked nem mondtad nehéz. Hát nem. Nekem a legmeghatározóbb a Counter-Strike. Című játék, amilyet... Ennél jó, de bár, tehát Counter-Strike most is van, nem? Most hülyeséget mondok? Tehát, hogy... De hogy így valahogy, tehát így a fiatal koromra az volt a legnagyobb befolyása, azt tuti. De gondolom hálózatban játszott. Igen, nem... igen, meg úgy rengeteg ismerősöm lett, ugye mert ez egy multiplayer játék, tehát hálózatban játszuk. Úgy igen, ott nekem talán az volt. Igen, amiért maradt ki a legtöbb dolog. Amiért maradt ki egy csomó minden. Tényleg a Counter-Strike miatt, igen. Tehát a Counter-Strike mögé kerültek olyan stratégiai játékok, amiket inkább előztél. Igen, mert előztél egy csomó játékot. Meg minden. Ez évekig. Nem, ez egy ilyen, csak azzal játszottam. Azért bevettük, mert ez nálunk egy ilyen úgynevezett running joke a csatornán, hogy Jani azért nem látott valamit, nem tudom, mert Counter-Strike az. Minden, ami kimaradt, az erre lehet fogni. Igen. Igen. És ott vannak szintek, ha jól tudom, tehát ott azért el lehet érni egy olyan szintre, amire azt mondod, hogy megérte? Hát el lehet, igen. De mondom, ott főleg a csapat a lényeg, hogy ha van négy jó barátod, akivel nagyon sokat tudtok együtt játszani, azért ott jó, egész jó szinteket el lehet érni, meg jó sikerélményeket lehet szerezni. Menjünk tovább. Első film, amire emlékszel. Jézus Mária. Első film, amire emlékszem. De film vagy mese?
Film? Film. Nem mes, hanem úristen, film. Én a Titanicra emlékszem valamiért. De azért ez nagyon sokszor láttam. Megvolt nekem kazettán otthon, és így repeat. Na jó, akkor első film, amit moziba láttál. Oroszlán király. Az nem film, az mese. Jó, de mozi, oké. Okay. Igen. Talán, talán az első Jurassic Parkot láttam moziba. Láttad? Az úristen. Nem kellett volna. Nem kellett volna. De azt láttam. Ha. Nem kellett volna, az most majdnem azt mondtam, hogy miért a CGI miatt? Nem a CGI miatt, hanem amiatt, hogy már csak voltam 6 éves. Jó, hogy meghatározó része lett az élet. Nem tudom. Az biztos, hogy azért mentem el, mert nem tudtak kire hagyni. Szerintem. De ja, igen. Oké, okay, megyünk bele intim részletekbe. Tehát családilag hogy állnak ahhoz, hogy ti gamerek vagytok, hogy ti foglalkoztok ilyesmikkel, tehát hogy... Hát ilyenkor ugye azt szoktam kérdezni, hogy a családból volt-e valaki még gamer? Igen, nagyapám Tetris készítő volt. Nem igazán, de hát azt gondolom, hogy most már annyi ideje csináljuk ezt a dolgot, hogy ezért nyilván mostanra már mindenki megértette, hogy ez jó dolog, meg hagyni kell minket csinálni, jól van, az jól megy. Ugye az elején azért voltak kételkedők. Voltak a családban, igen. Meg úgy nem nagyon volt. Magyarázni kell, hogy amúgy ez mi, pontosan. Igen, de nehéz volt, mert az a baj, hogy én mindig azt szoktam mondani, néha, mit tudom én, apukámmal leülünk beszélgetni, és mindig arról ráterődik a szó, hogy milyen durva dolog úgy szülőnek lenni, hogy az én apukám semmit nem tudott volna nekem adni ahhoz, hogy én ezen a pályán elinduljak. Azért, mert nem létezett ez a dolog, amit csinálok. Tehát így ugye az ember próbál nevelni a gyerekét, és hogy milyen irányba terelgeted, hogy mi lesz belőle. Tehát nem viccel már. Igen, ez nem volt. Tehát, gyakorlatilag, amikor megszülettünk, akkor nem 80-as években. Igen, tehát fiam, semmi. Ügyes gamer leszel. Gamer leszel, meg majd lesz olyan, hogy sugározzátok, amit csináltok. De bocsánat, tényleg, hogy nevezitek magatok? Nem influencerkedés, nem gamer. Azért mondom, hogy félek ettől. Az influencerkedés, mindig így szoktunk fogalmazni, az influencerkedés egy része annak, amit csinálunk, igen. Akkor, amikor vállalunk olyan együttműködéseket, nyilván. Amikor influencer szerepben vagyunk. Igen. Alapvetően... Az én szememben az influencer egy picit pejoratív. Tehát, hogy mert az olyan, aki abból él, hogy, igen, hogy, csak hogy, hogy nézd csak, látod, most ez van, meg igen. Ez a cipő van rajtam, meg, és ebből él teljesen. De nyilván, hogy termék megjelenítés van egy-egy műsorotokban, vagy a műsoraitokban, az más igen. Ilyen szempontból. Nem tudom, inkább online tartalomgyártó igen, vagyunk. Igen, igazából tartalomgyártónak szoktak hívni minket. Van névjegykártyátok? Egyszer volt, de azon nem volt ez rajta. Csak ennyi volt, hogy VR Jani, VR Pistő. Igen, így van. Ennyi volt ennyi. Rajta. De semmi más. De nem, mert beosztás szinten... Vagy ilyen 1-0-0-0-1-1-1-0-0. Nem, ilyen, hogy így ráírtuk, hogy CEO, tudod, meg minden, hogy tudod, ügyvezető, igazgató, meg társalapító, tudod, meg ilyen cuccokat írkáltunk, tudod, azt, amit akartál, azt írtam. Elnök, vezér, igazgató. Akármit érted. És ilyenek szerepeltek azon, de igazából szerintem, nem tudom, maximum 2 ember kaphatott abból. Igen. Tehát akkor már nem volt divat annyira a névjegykártyázás azokban a körökben, mikor mi úgy gondoltuk, hogy csinálunk. Úgyhogy ez nem tartott sokáig, ez a dolog. De amúgy mondom, mi tartalomgyártónak tartjuk magunkat, igen. Az lefedi jobban ezt a sokféle mindent. Mondhatnám, hogy streamerek vagyunk, de az csak egy része annak, amit csinálunk. Mondhatnám, hogy youtuberek vagyunk, de az is csak egy része. Igen, most gamerek azok is vagyunk, de nem igazán csak azzal foglalkozunk. Nekünk ez a durva, hogy akármennyire is gamerként tart minket számon a legtöbb ember, már egy ideje túlsúlyban van a nem gaming tartalom, ha mondjuk egy hetet vagy egy hónapot igen. Veszünk, így akármelyik szeletet kiveszed. És egyébként a gamerkedés, de utalom ezt a szót, uh-huh. Tehát hogy ez nem lehet egy cél. Tehát nem volt olyan pont, amikor ezt elkezdtétek csinálni, és akkor azt mondta valamelyikőtök, vagy fejetekbe így áfutott, hogy én ezt szeretném csinálni. Tehát ugye van aki kifejezetten... Tehát professzionálisan mondod? Igen. Nem. Miután elkezdtük, már nem. Már nem. Az igazság, hogy az, tehát az kellően más. Az annyira más, és az annyira egész embert kívánt. Ezt úgy képzeld, hogy aki például úgynevezett e-sporttal akar foglalkozni, az a szószoros értelmében olyan, mint mondjuk a nagyon magas szinten üzni egy sportot. Tehát ott se él, se nappalod, ott csak az van. Az nem egy ilyen mellékprojekt. Uh-huh. Tehát akármennyire hülye hangzik is, a videójátékozásból is az a baj, hogy ugye kiveszed az 1%-ot, és azok versengenek egymással. Aha. Vagy az 1/10%. És ott már olyan dolgok vannak, hogy az már nem emberi. Tehát, hogyha mondjuk így hobbi szinten játszol valamivel,
mondjuk egy ilyen kompetitív játékkal, és meglátod, hogy mondjuk egy ilyen e-sport player mit csinál ugyanabban a játékban, az pont olyan, mint egy olimpikon nézni. Tehát az olyan, mint hogy arcon rúgtak volna, és úgy állsz hozzá, hogy jó, hát akkor ezt csinálják. Az olyan, és még egyszer mondom, hogy nem akarok megsérteni senkit, nem hasonlítom én a valódi sporthoz, mert tiszta vagyok a különbséggel, de amikor mit tudom, megpróbálsz lefutni egy kilométert, mert meglátsz valakit, hogy futja a százat, és így gondolkozol, hogy ez hogy lehet. Az ugyanez gyakorlatilag. Tehát az egy másik műfaj, ahhoz még egyszer meg kéne szülessünk, hogy olyat csináljunk. Úgyhogy nem voltak ilyen terveik. Olyan terveik nem voltak. Viszont azért szerettem volna a gyökereket, illetve az egésznek a elejét megfogni egy picikét, hogy lássam most, hogyha például hogy építitek föl? Tehát nyilván vannak nagyon fölkapott, nagyon mainstream játékok, amiket nyilván be kell mutatni. Ja. Van olyan, hogy egy ültök, nem tudom, megbeszélésen, és figyelj már, kijön az új, nem tudom, One of Us, vagy mit tudom, mi a... Van, ami igen. Igen, és de én ezt utálom, én is, de akkor is be kéne mutatni. Vagy, tehát, hogy van olyan, amit egyáltalán nem szeretnétek, és szembe megy azzal, amiről beszéltünk eddig, hogy ezt örömből csináljátok? És el akarom venni a kedvetet az egészből. Van olyan, most az elmúlt 4-5 hónapban is, ne nevezzük nevén, léci, de volt olyan. Igen, volt olyan, hogy AAA megjelenés, tehát ugye, ami full mainstream, minden, és nem. Aha. Nincs az Isten. De nem is csináltátok meg? Nem. De ez viszont megsüvegelendő, tehát ugye ez olyan, nem. Hogy... Nagyon sok mindent szeretünk. Hál' Istennek ugye többféle dolgot tudok bemutatni, mert különböző emberek vagyunk, tehát ezzel sincs gond. Nagyon különbözőek vagytok? Nagyon sok minden. Sok mindenben különbözünk nagyon, igen. Ami alapvetően nagyon jó, főleg egy ilyen így műsorban, egyébként ezt imádják az emberek, ezt a fajta dinamizmust egyébként. Nagyon rosszul néz ki tőled egy műsorban az, mikor több éven keresztül azt nézed, hogy mindenben egyetértenek az emberek. Nyilván, viszont meg marha nehéz együtt dolgozni úgy valakivel, hogyha teljesen ellentétesek igen, vagytok. De tehát azért most ugye beszélünk 9 évről. De az ellentéteket úgy érz, hogy mondjuk mit tudom én, lehet, hogy más műfajokat kedvelünk, tudod, vagy ilyesmi. Tehát nem arról van szó, tudod, hogy úgy vagyunk különböző emberek, tudod, hogy mit tudom én, hogy akik nem... Amúgy jól kezeljük ezeket, meghallgatjuk egymás érveit, szóval így megvan ez, már 9 év alatt azért kialakul, összecsiszolódtunk annyira. Igen, meg időt kell adni kialakul. A legtöbb dologban, hát, hogy hirtelen mindig minden más, aztán ugye adsz kis időt, akkor... Igen, meg jó, hogy különbözőek vagyunk, meg különböző látásmódunk van sok mindennel kapcsolatban. Volt már olyan vita, amikor azt mondtátok, hogy jó, akkor most már külön platform. Nem, semmilyen nem volt, nem. Olyan dolgok előfordulnak, amikor tudod így, mondjuk mit tudom én, 2-3 nap, amikor mondjuk egy adott kérdés eldől. Aha. Hogy akkor mi lesz. Igen. De az is igazából azt tudod, hogy így összecsiszolódnak tudod így a vélemények, és akkor eljutunk valahová. Megint csak egy személyes dolgot mondanék. Azt hiszem, hogy pont Warcraft játék volt, hogyha már erről beszéltünk. 26 órát játszottam folyamatosan. Anyám. És utána úgy voltam vele, hogy 3 napig akkor engem nem érdekel. Tehát nektek volt olyan, hogy figyelj, tök jó volt ez az időszak, nagyon pörögtünk minden, de menjünk el 2 hétre, és nem akarok billentyűzetet, internetet, kamerát, mikrofont látni, mert ebből elég volt. Volt egy nagyon hosszú időszak, ami nagyon pörgős volt, amikor tényleg hétvégén is, tehát mi folyamatosan csináltuk a dolgokat. Hát mielőtt otthagytad a munkát. Igen, azelőtt volt nagyon dara, de így nem, ilyen nem volt, hogy csak így elépjünk. Nem. Pedig jó lett volna, de nem. Nem. Az a baj, tudod, ez mindig ahhoz szoktam hasonlítani ezt, amit csinálunk, és persze lehet ezt gyengeségnek is nevezni, de kicsit olyan érzés mindig több, mint hogyha a homokot szorítanád az öklödbe. Tudod, hogy folyamatosan ott van előtted, hogy csak egy picit is gyengül a szorítás, kifolyik az ujjad között. És lehet, hogy nem így van, csak amikor az ember tudod, épít valamit magának, és így nagyon hosszú időn keresztül működik, akkor egyre jobban azt hiszi tudod, hogy hurkapálcikákon járkál. Most túl sok hasonlat egy mondatba. De tudod, így próbálja kihozni a maximumot, hogy soha ne rajta múljon az, hogy valami történik. És emiatt nehéz elengedni tudod így hétre vagy kettőre ezt az egészet. Az elmúlt 9 évben nem sok pihenünk volt egyébként, ezt hozzáteszem. Jó, de azért, hogy mondjam, amiről már beszéltünk, akkor ott van a szórakozás része, hogy azért is szeretitek ezt csinálni. Uh-huh. Nyilván igen. Besokal az ember, és egy picikét most már hagyjatok békén ezzel, vagy most srácok, most nincs kedvem bemenni. De amúgy félig pedig ezért is csinálunk ennyi féle műsor. Igen, ezt akartam mondani, hogy ez nagyon okosan fel van építve ilyen szempontból. De nyilván azért előfordul olyan, hogy az ember úgy ül be, hogy egyébként akármit csinálnék most, mint ezt, mert ritkán előfordul az ilyesmi. De nem tehetitek meg?
Tehát most már nem tudom a felépítését az egész műsor struktúrának. Tehát, hogy meg is tesszük. Is. Vannak olyan jellegű kötelezettségeitek, ami... Nincsenek. Nincsenek. Hogyha most azt mondanád, mondjuk tegyük fel azt, hogy mit, hogy jövő héten ne legyen egyáltalán stream. Hogy ezt megtehetjük-e? Meg. Uh-huh. De lesz. Lesz, mert nincs miért ne legyen. Aha. Baj, hogy érted, tehát ez egy olyan dolog, hogy legalábbis mondom, én mindig így gondoltam rá. Tudod, hogy én nem tudom nem csinálni. Ezt csinálni kell, ameddig az ember bírja, mert akkor lesz jó. Legalábbis eddig ez vált be. Igen, igen. És ugye nem tudom, az emberek lehet azt hiszik, hogy most már ennyi év után, most már kicsit azért lazítunk, mm-hmm. meg így lazább, de egyáltalán nem, sőt, mondom például ez az év, ez durvább lesz, mint eddig valaha, amit csináltunk. Igen, és az a durva, hogy ez szerintem eddig mindig így volt. Igen, és minden évben minden több időt. De, és igen, tehát igen, akkor igen. Látszik az a számokban, hogyha többet nyomtok bele, akkor több jön ki belőle. Hogyne. Mind nézőszámilag, hogyne, gondolom, persze. Mint anyagilag. Megvan az a pont, amikor, gondolom azért volt bennetek, ne haragudjatok, hogy mindig visszajutok ide, és nem az anyagiasságról gondolok, de azért nyilván ez is ott van a háttérben, hogy ott hagytad az egyetemet, ott hagytad a melót, és akkor gondolom volt egy ilyen kis görcs a gyomrodban, hogy biztos, hogy jó ötlet volt ez, hogy, uh-huh. hogy meg lehet ebből élni, tehát uh-huh. egyszerűen, és akkor megjött az első számla, vagy megjött az első olyan hónap, ami visszaigazolta azt, hogy ugye, hogy jó döntés volt, és hosszú volt ez a folyamat akkor, amikor ott hagytad, és amikor így hátra mertél dőlni? Szerintem az, hogy meglegyünk belőle, tehát egy elfogadható szinten tudjuk élni, mondjuk mint egy átlagos fizetés, az, hogy kialakítottuk viszonylag hamar. Igen, az, hogy mi lehet belőle, az több idő volt. Uh-huh. Sokkal. De nekünk egyébként ahogy telt az idő, és a nézők ezt tudják, minél több lett, és minél jobban ment az ügy, annál jobban bővültünk. Tehát nem azt láttad, tudod, hogy mit tudom én, megindultunk a lányokkal, tudod, hajókázni, meg ilyenek. Tehát nem ez volt, amit láttál rajtunk, hanem egyre nagyobb lett a stúdió, egyre több lett a felszerelés, egy idő után megjelentek új emberek, stb. Tehát mi mindig ebbe raktuk vissza a többletet, és magunknak megtartottunk egy elfogadható szintet. Nyilván az igényeink, meg az embernek, hogy telik az idő, az egy nő, de mi mindig úgy stabilan próbáltuk tartani magunkat, és ez amúgy az elejétől megvolt. Igen, ez furcsa amúgy. Párra hülyének is néznek minket. De milyen hülyének? Most pénzt tolunk vissza még mindig, még ennyi év uh-huh. után is, de egyszerűen muszáj, mert így lesz sokkal jobb. Igen, meg így működik. Meg ez az amit az ember, nagyon sokan azt hiszik, hogy a nézők ezt nem látják, hogy ez az effort, tudod, hogy mit ugyanúgy néznének 720p-be és hülye gyerek, mint 5 évvel ezelőtt. Aha. Igen, ez igaz. Néznének ugyanúgy. Valószínű. De az emberen akkor is látják. Azt, mikor igényes vagy a munkádra, mikor azt látják, hogy eltelt 9 év, és még mindig érdekel, és még mindig törődsz vele, és ez az embert úgy felpörgeti a közönséget, tudod, és így szeretik nézni a tartalmat. És emiatt van az, hogy nem szabad megállni. Igen. Stációkról beszéltünk még az elején. Nagyon érdekelne az is, mert szerintem az is egy nagy döntés volt, amikor ugye viásrácok, tehát hogy a legtöbben így ismernek benneteket, ahogy említettük már, ugye Pisti és Jani, tehát hogy nagyon sokan ennél nem is mennek tovább, de a viásrácok azok ti vagytok. Eltelt x év, és akkor az volt, hogy igen, nézd, kell a nagyobb, kell a technika, kell, be kéne még venni valakit. Van még két olyan srác, aki közvetlenül veletek dolgozik, ugye inkább a háttérben vannak, de ugye elengedhetetlen a mostani munka morálotokhoz és a belefektetett energiához, már kell az, hogy ne ti kelljen, csináljátok mindent. Nem hallják sokan. Nem volt egy kis olyan dolog benne, hogy jó, de a viásrácok, akkor is mi vagyunk. Nem volt így nehéz bővíteni a csapatot? Nem ebből a szempontból volt nehéz. Abból a szempontból nehéz, hogy erre megfelelő embert találni, én most is azt mondom, hogy nem lehet. Azért, mert igazából tudod, ezzel beengedsz egy olyan helyre valakit, ahova nem jön be soha senki. És az az ember onnan nem megy el. Aha. Aki egyszer oda bekerül. Ezért van, jobb, hogy nyilván ilyen nincs, de tudod, ez van a fejedben, hogy ez egy olyan bizalmi kérdés a mi oldalunkról, hogy tehát nálunk például egy ilyen szituáció, ezeken gondolkoztunk, tudod, hogy mit tudom, hogy valaki 6 hónap után azt mondja, hogy kapott egy jobb ajánlatot, ilyen nincs. Tehát nincs ilyen, hogy valaki, nem, nincs ilyen. Nekünk évekbe telik az, amíg valaki úgymond ránk hangolódik, érted? Már csak azt, tehát rettentő sok befektetett valami, ameddig valaki megérti, hogy mit csinálunk, meg miért csináljuk.
meg milyen humor, de meg hogy hogyan kell, mit csinál, mit lehet rábízni, stb. Ezért nagyon nehéz. Még nagyon kényelmetlen helyzeteket szülne egy ilyen. Most gondolj bele, tényleg felvennénk valakit, és 3 hónap után azt mondja, hogy akkor ő elmegy. És akkor most a közönségnek magyarázza el. Hogy magyarázzuk el, hogy hát elment a Lali, de... Igen, ő volt VR Lali, már nem az. Most tehát ez így van. Hogy? Vagy, tehát ez egy kicsit lehetetlen más, dolog. Mint mondjuk egy tévénél, mert ott érted? Ott cserélődnek az emberek. Cserélődnek, sok ember van. Nálunk ugye nálunk ketten voltunk. Szóval. Igen, és ezért volt az, hogy ilyen nagyon drasztikus dolog volt ez nekünk. Ezért nagyon, nagyon sok időbe telt, amíg rávettük komolyan magunkat, meg megfelelő embert kellett választani rá. Volt ember, aki elment? Nem. Tehát nincs olyan, akiről nem tudunk. Nincs, tehát ott volt 2 hétig is kiderült, hogy nem tudom, nem mossa a lábát, ezért el kell menjen. Tehát, hogy... nem volt semmi. Mindketten ott vannak, amikortól mondtuk, hogy és ott akartak. Nevezzük nevén őket. Igen, volt, Balázs és Dani van nálunk. Igen. Dani. Ők mindketten ott akartak lenni, ahol most vannak, és most is ott vannak. Balázs és Dani előzőleg VR-srác fanok voltak? Tehát azért a munkásságotokat, tehát ismertétek őket a komment szekcióból, vagy valahonnan? Balázs egy 3. ember volt, akivel egy helyen dolgoztunk. Egyébként. Abban a bizonyos boltban. Ugyanabban a bizonyos boltban, úgyhogy onnan maradt meg. Úgyhogy alapvetően egyébként tehát nem volt szoros kapcsolat köztünk azóta sem. Egyébként, aha. Csak néhány ponton. Dani pedig, igen, tehát ő egy ismert karakter volt a közösségben is egyébként. Ő tehát, készített nekünk tartalmakat. Készített nekünk ilyen videomontázsokat, ilyen projekt szinten. Igen. Korábban, úgyhogy ő úgy került oda, hogy a közönség egy nagy része tudta, hogy kicsoda. Így Nick névről, tudod? Igen. Úgyhogy ezért is látod, hogy 2 olyan emberről van szó, akiket nem tudtunk volna tudni az utcán találni. Tehát érdekes lett volna ezt így meghirdetni, hogy igen. VR-srácot keresünk. Igen, megpróbáltuk. Egyébként megpróbáltuk. Komolyan. Igen, online meg volt hirdetve, kifejezetten tech pozícióba, sem másra, és arra mai napig nincs ember. Tehát az a pozíció az úgy nézett ki, hogy nem találtunk megfelelő embert, így nem lett. Tehát még mindig bővülne a csapat magyarul? Hát most jelenleg biztos azóta nem. Koncepcióváltás volt bizonyos dolgokkal, de alapvetően egyébként... De amúgy igen, szerettünk volna ott. Szerettünk volna oda egy dedikált embert, akkor, amikor még úgy álltunk. Igen. És hogyha meg akarnád kérdezni, hogy kell-e még ember, egyébként kellene nagyon sok, de most még nem veszünk fel. Megmondod az e-mail címet, 600 e-mail 2 perc alatt. Igen, az a baj, igen, de mindig kellene, igen. Kellene. De a munka nem lett kevesebb belőle. De én nagyon nem bántam meg, hogy felvettük a srácokat, rengeteget segítem, rengeteg terhet levesznek a vállunkról, meg igazság szerint miattuk tudunk csinálni új műsorokat, mert van még ember, aki foglalkozik ezekkel, szóval... Igen, de nem nekünk lett kevesebb munkánk, hanem nekünk lett lehetőségünk máson dolgozni, igen. Mint eddig. 2 utolsó kérdésem lenne, a 2 összefügg is, mind a 2 gonosz. Na. Az egyik, hát hogy gonosz, biztos vagyok benne, mert tudom a választ. Tehát van koncepció, tehát van-e cél, ahová el akar jutni a műsor, ahová el akartok jutni, 2-4 az egészbe, megint csak ugye stációkat, vagy állomásokról beszélünk. Uh-huh. Vagy Jeff Bezosnak eladjuk a céget. Nem. A jelenlegi ilyen rövid távú, vagy akár hosszú távú célok is nevet nevezni, nekünk ez a fenntarthatóság. Tehát a működést igen. Úgy akarjuk kialakítani, hogy egy olyan műsor repertoárral rendelkezzünk, ami kiszolgál annyi embert, amiből a jelenlegi csapat el tud lenni, és olyan dolgokon dolgozunk, mint például iroda, ugye stb., hogy minél több mindenbe függetlenedjünk el minden olyan dologtól, ami rajtunk kívül pontosan. Történhet. Pont, igen. És minél inkább afelé menni, hogy ez tudjon működni, és menjen, és ne azért küzdjünk, hogy lesz, hanem az, hogy mivel próbálkozhatunk meg. Mit lehet még. És ennek a státuszkónak a bebetonozása gyakorlatilag az, amin évek óta dolgozunk már. Erre én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit tudunk még csinálni. Igen. Kíváncsi. Összefügg az utolsó kérdésem, amit egy picit meg is válaszoltatok már. Tehát azt mondtátok, hogy meddig lehet ezt csinálni, de hát úgyis veletek idősödik, öregszik, felnő a nézősereg, tehát hogy valószínűleg akkor... De meddig lehet ezt? Én azt gondolom, hogy növelni már nem igazán lehet. Lesznek mindig kiesők, és lesznek mindig újonnan érkező emberek. Az, hogy velünk öregedik a nézőközönség, az is jelenti, hogy sokan lemorzsolódnak. Sokan lemorzsolódnak. Család, munka. Igen, elfogy az idő, hát azért gusztustalan mennyiségű tartalomról van szó. Igen. De ugye fiatalok is csatlakoznak. Én azt gondolom, hogy amúgy nagyobb közönségre feltétlenül nincsen szükségünk. Ez így, mi elégedettek vagyunk. Nekünk azért kell foglalkozni, úgymond
kicsit a közönségbővítéssel, hogy az új emberek kik. Uh-huh. Jönnek, nézitek mert... a statisztikát? Kíváncsi lennék az átlag életkorra. Fú, hát ezt nem tudom megmondani neked. Hú, az átlag életkor? Nem a közönség tudom. Nagyon színes. Tehát bocsánat, nem jó az átlag életkor. Tehát a két véglet az nagyon izgalmas, mert szinte a mindenfajta ember van nálunk. És van kiugró korosztály? Van egyébként. A legerősebb az a 30-as. Igen, igen. Ez a 18 és 35, és 35 közötti. Az a legerősebb. Az a legerősebb, igen. Az a legerősebb. Tehát a 30-as megértem, hogy 18-as nem mondja azt, hogy ugye már első randi összejön apám lehetnél, tehát hogy... Még nem, még nem, még nem. De valószínűleg a téma miatt. Valószínűleg a téma miatt, igen. Hogy ugye ők valószínűleg, akik a gaming részét élvezik annak, amit csinálunk, a 30-asok meg mondjuk a reggeli műsor. Tehát érted, ez egy ilyen kör. De egyébként nem tudom magyarázni ilyeneket. A legutóbbi Terminátor előadásom volt, a 60. születésnapját ünnepelte az úriember, és azt kérte, hogy hagyj jöjjön el. Mert minden néz, amit csinálunk. Ilyenkor én is így nézek, hogy. Hát, ha neki tetszik. De mondjuk a Terminátor miatt amúgy is megértem. Igen. De tényleg nagyon sok színű a közönség. Urak, reggelig tudnánk beszélgetni, illetve bele tudnánk menni komolyabban részletekbe, de én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Mi és köszönjük. Köszönjük szépen a kívást. A délutánt. És hát akkor mit kívánjak? Sok feliratkozót, vagy akkor kiegyensúlyozott nézettség? Legyen az, legyen az. Köszönjük. Legyen az. Köszönjük szépen. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további szép estét mindenkinek.